A Németh-László elméleti líceum diákjai a polgármesteri hivatalban kántáltak december 13-án kedden. Különleges előadásukban 25 nyelven hirdették, hogy Krisztus megszületett. A 6.-7. diákok a középiskolások zenei kísérőivel együtt elkápráztatták a jelenlevőket. Ma a polgármesteri hivatalban a 6.-7. osztályosok kántáltak a középiskolás kísérőikkel, zenészeinkkel együtt. Nem vagyunk zenetagozatos iskola, de rendkívül ragaszkodunk a tehetségképzéshez. És hát szép hagyomány szerint, amely mintegy már 5 éve tart, ezek a gyermekek 25 nyelven énekelnek karácsonykor. Mindannyian azt hirdetik minden nyelven, hogy Krisztus megszületett. A Németh-László elméleti líceum előadását hatalmas tapsáradat fogadta, és mindannyiukat ajándékcsomaggal jutalmazta meg a Mikulás. Egy kicsit megörvendeztetnek minket itt a hétköznapokban, és látják itt nagy az öröm, meg mi is megajándékozzuk őket egy kis Mikulás csomaggal. A többnyelvű karácsonyi köszöntőnek 5 éves hagyománya van. Az előadásnak önkéntes jellege van, amelynek lényege, hogy szívből dolgoznak a diákok. Szívvel, lélekkel gyakorolják a dallamokat, a soknyelvű szöveget, és ragaszkodnak hozzá, hogy énekeljenek. December 21-én 16 órától a Szent Háromság templomban mutatják be ünnepi koncertjüket. Fellépnek az óvodások, a kisiskolások, az iskola kórusa, a felső tagozatos diákok 25 nyelven köszöntik a karácsony. Idén meglepetésként egy ráadás éneket is énekelnek a harmadikosok. Ők finn nyelven fognak kántálni. Kívül fontosnak tartjuk azt, hogy a gyerekek önkéntesen jönnek, hogy ragaszkodnak ehhez, hogyha abba szeretnénk hagyni, akkor ők követelik ki, hogy énekelhessünk. Idén is nagy koncertre készülünk szerdán, 16 órától, tehát délután 4 órától a Szent Háromság templomban. Lépnek fel, majd aztán a nagyok, a kórus, és 25 nyelven énekelünk ismét. A legkisebbek, akik velünk énekelnek, egy ráadás énekkel, a 26-kal jönnek, ők harmadikosok, és finnül fognak énekelni.